Az Ignác jelentés egy politika által motivált felületes jelentés, amely nem igazolja, hogy 2006 őszén a tévészékház ostrománál a rendőrök szakmai hibákat követtek volna el. Lényegében ezt mondta a tévészékház helyszínparancsnoka a fővárosi törvényszéken. Ignác István tábornok viszont teljes egészében fenntartotta a nevével fémjezett bizottság jelentésében foglaltakat, amely szerint súlyos szakmai hibákat követtek el a rendőrök. Már lassan 9 éve ismerjük ezeket a képeket. 2006. szeptemberében a Magyar Televízió székházát több tucatnyi tüntető ostromolta meg. És a bíróság is már évek óta tárgyalja az ügyet. Most a tévészékház védelméért felelős volt helyszíni parancsnokot, az ügy negyedrendű vádlottját hallgatták meg. A volt parancsnok ügyvédje először a tévészékház védelmére rendelt, csak nőkből álló rendőri alegység védelmére kelt. Őket a szabadságtéren egy több száz fős garázdat társaság kövekkel dobálta meg. Mindenki megsérült. A közelmúltban számos hírportál mégis Ignác jelentéséből egy olyan állítást tett közzé, amely a becsület csorbítására is alkalmas. Ezt idézte a volt helyszíni parancsnok ügyvédje. A rendőrhölgyek miközben a televízió székházának védelmét ellátták, magyarul szolgáltellátás közben, félelmükben magzati púzba kucorodtak és összepisilték magukat. Az ügyvéd azóta megkereste az érintetteket, és azt mondta, hogy biztosabban, hogy ez egy ízléstelen ócska hazugság. Ignác István volt Pest megyei rendőrfőkapitány, azonban továbbra is azt állítja, hogy az eset igenis megtörtént. Kihallgatásokon, meghallgatásokon, tényeken alapuló jelentés volt, ezért mertük ezt kijelenteni. Az Ignác jelentés megállapította, hogy a rendőrvezetők hibáztak, és az állományt nem megfelelő felszereléssel küldték a székházhoz. A helyszíni parancsnok azonban a jelentés szinte valamennyi állítását, mind a 84 pontot vitatta. Tényszerűen nem igaz, amit a jelentés rögzít. A volt műveleti parancsnok szerint az Ignác jelentés pontatlan, felületes, és a tanúk egy részét meg sem hallgatták. Az én meghallgatási jegyzőkönyvemről egyáltalán nem idéztek szó szerint, sőt, több esetben az ott elhangzottakkal ellentétes tények kerültek a jegyzőkönyvbe. Mitó gyanúja szerint az Ignác jelentés nem szakmai alapon készült, hanem egy előre eszkábált koncepció része. Ignác István ezt visszautasította. Itt ha szakszerű rendőri intézkedések lettek volna, akkor 216 rendőr nem sérült volna meg. Mitó Gábor védője azt mondta, szerinte rendkívül rossz a jelentés, az pedig elvárható lenne, hogy a védence a feltett kérdéseire választ kapjon. Ignác szerint ezek a válaszok megvannak, de ezzel, ahogy mondta, nem akarta húzni az időt.